A bonyhádi idősek egész napos vendéglátásban részesültek a Perccel kúriában. Volt fogadóital már a bejáratnál, házilag készült harapnivalók, sütemények. Játékos feladatok, tombola és meglepetés zsákba macska is volt, ami nagy örömet okozott az időseknek. Nagyon jó a társaság, főnökség is, aranyosak és az emberek is, szívesen megyek és jól esik minden, amit ott megadnak az embernek. Nekünk ez egy meglepetés volt számunkra. Nem tudtuk, hogy hova megyünk, de nagyon kellemes hely. Szeretek az otthonba járni, megvan a jó társaság, lehet beszélgetni, és szívesen megyek minden nap. Az évek óta visszajáró vendégeknek mindig nagy öröm egy ilyenfajta meglepetés, hiszen sokszor egyhangú napjaikba változatosságot visz. Nagyon fontos ennek a rendezvénynek a programmenete, hiszen nem tudják az idősek, nem mondjuk el nekik, hogy hova szervezzük a kirándulást, tehát nagy meglepetés övezi az egész programunkat. Nagyon várják, nagyon készülnek ezekre a programokra, és nagyon fontos a szervezéskor azt kitaláljuk, hogy olyan helyre vigyük el az időseinket, ahol régebb járhattak, de a felújításokat követően nem biztos, hogy azóta megtekintették ezeket az intézményeket. Ezért esett a választásunk az idén a Perccel kúriára, ami gyönyörűen felújításra került, és egy nagyon szép parkosított udvarba tudjuk fogadni az idén a vendégeket. Hálás köszönetünk az igazgató úrnak, aki mindezt a rendelkezésünkre bocsátotta, hogy egy jó kis hangulatos családias napot töltessünk itt az időseinkkel, illetve a fogyatékkal élő gyermekekkel. Hogy mindig úgy készülünk ezekre a rendezvényekre, hogy mi saját magunk készítjük el az ebédet, mi sütünk, tehát a desszertet is a mi kétkezi munkánk által tudjuk a rendelkezésükre bocsátani, és mivel idősekről van szó, nagyon fontosnak tartottuk mindig, minden évben a zsákba macskát, hiszen meglepetés nélkül, ajándék nélkül így nem távoznak a rendezvényekről. Ha körbenéznek az emberek arcain, az a boldogság, az a felszabadultság, hogy kiszabadultak az otthonukból, még az időjárás is már nagyon kedvező volt számunkra, hiszen egy kicsit visszahűlt az idő, és így még jobban élvezhetik a mai napot, amit mi biztosítunk számukra. A zenét szintén egy nyugdíjas korú fiatalember szolgáltatja számunkra, aki nagy örömmel vette a mi meghívásunkat, és nagy örömmel vesz részt minden egyes rendezvényünkön. A Perccel kúriát kinyitották nekünk az itt dolgozók, és rendelkezésünkre bocsátották, hogy megtekinthetjük a Kovács Ferenc bonyhádi híres festőművésznek a képeit. Ő is jelen van ezen a rendezvényen, aki a tárlatvezetést biztosítja a megtekinteni vágyók számára. Nyitva található jelen napon a Felvidékiek Egyesületének a szobája, illetve a Német Nemzetiségi Szoba is, úgyhogy nem csak a szabadság érzetét adjuk, hanem egy kulturális programot is tudunk biztosítani a számukra. A rendezvény részeként még az is egy feladat volt, hogy mindenki mondjon egy dolgot, amit még megtenne. Amire sokan azt válaszolták, hogy a szervezőknek kívánnak jó egészséget, és hogy még sok ilyen programot tartsanak. Számomra nagyon jó érzés, hogy olyan csapatban dolgozok, akik az ötleteimet támogatják, megvalósításban segítenek, és hogy ilyen rendezvényeket tudunk nekik részükre megszervezni. A központ ebben az évben is még számos programmal készül az idősek számára. Akiknek ez nagy örömet jelent, hiszen ebben a korban, főleg akik egyedül élnek, már kevesebbet mozdulnak ki, kevesebbet láthatnak a világból. Ezekkel a lehetőségekkel mindig megismerkedhetnek valami újjal, különböző kulturális programokon vehetnek részt.